Köszöntöm Önöket az Igaz Gyöngy műsorban. Keresztény zenész családban felnőni, ráadásul lelkész édesapa mellett meghatározó örökséget jelent. Mai vendégeim Forrisi Janka, Petra és Szonya ilyen családban élnek. Ma a többek között arról fogunk beszélgetni, hogyan jelenik meg ez az örökség az életükben, és hogyan bontakoznak ki azok az ajándékok, amiket ők személyesen kaptak Istentől. Sziasztok lányok, nagyon örülök, hogy összejött ez a mai beszélgetés, köszöntelek benneteket a stúdióban. Köszönjük a meghívást. Köszönöm. Kezdjük bemutatkozással, de arra gondoltam, hogy csináljuk egy kicsit rendhagyó módon, hogy nem magatokról beszéljetek, hanem valamelyik tesótokról. Mondjátok el azt, hogy szerintetek milyen ő, milyennek látják őt mások, ti milyennek látjátok, hogyha ez így okés nektek. Jó? Na, ki kezdi? Janka? Jó, akkor kezdem én. Hát akkor én bemutatom Petra. Oké. Okay. Petra szerintem egy nagyon-nagyon nyugodt ember, és nagyon lelkiismeretes, mindig mindent nagyon pontosan megcsinál, nagyon jól felkészül, szóval nagyon szorgalmas is, és hát nagyon jó társaság is, nagyon sokat szoktunk ügyéskedni együtt otthon, és hát igen, egy nagyon kedves is. Aha. Csak rá kell nézni. Igen. Oké, és? Hát akkor én bemutatom Szonyát. Oké. Okay. Szonya szerintem egy nagyon társaságkedvelő ember, és így mindenkivel egy nagyon gyorsan egy hullámhozra tud kerülni, illetve nagyon őszinte, meg jó lelkű ember szerintem. Aha. Igen. De jó. Akkor ilyen kamar. Hát mindenképpen egy nagyon pozitív személyiség. Szerintem nagyon jól látja a dolgokat, és nyitott új dolgokra is. Megértő, empatikus, és tényleg, hogyha esetleg veszekedésre kerülne a sor, akkor is a másik szemszögéből próbálja látni a dolgokat, és wow. Ez nagyon jó. Igazi nagy tesóként viselkedik akkor otthon, nem? Na, Janka, mennyire értesz egyet azzal, amit róla elmondott? Hát, vagy mit tennél még hozzá? Az, hogy igyekszem erre törekedni, azért van sokszor, hogy nem sikerült, de hát nagyon jó ezeket hallani. Aha. A gonszájából. De jó. Emlékszem, nyolcadikos lehettél, vagyis hát biztos, hogy nyolcadikos voltál, uh-huh. Mert egy meghatározó időszak volt az életedben, amikor egyszer beszélgettünk egy ifi összejövetben, nem tudom, hogy emlékszel rá. És akkor volt pont arról szó, hogy el kell döntened, hogy konzervatóriumba mész-e tovább tanulni, tehát gyakorlatilag ez már egy döntés volt nagyjából a zenei pálya mellett, és akkor azt mondtad, hogy most ha ezt választod, akkor viszont nagyon neki kell állnod gyakorolni. Az milyen időszak volt? Volt egy kis megingás, hogy ez egy ilyen fontos döntési pont volt, vagy hogy emlékszel erre? Hát ez egy olyan időszak volt, hogy ugyebár készültem a felvételire, és nyáron nem nagyon gyakoroltam. Nyilván volt sok tábor, meg mindenfelé mentünk családdal is, és a tanárommal beszélgettem szeptemberben. Ugye úgy készült, hogy akkor én megyek felvételizni, bennem itt még nem volt annyira eldöntve uh-huh. pontosan ez a dolog, de érdekelt abszolút a konzi is, és végül azt mondta nekem a tanárom, hogy mivel nyáron nem gyakoroltam, valószínűleg ez nem fog sikerülni. Ekkor én nagyon megijedtem, meg itt ez volt az a pont az életemben szerintem, amikor rádöbbentem, hogy tényleg ezzel szeretnék foglalkozni. És akkor viszont nagyon elhatároztam magamat, és nagyon sokat gyakoroltam, és sikeresen felkészültem a felvételire, és hát most meg már a negyedik éve, hogy ott vagyok. Elképesztő. Már negyedik éve. Igen. És ha most már gyakorlást mondod, mondjuk abban az időszakban, amikor készültél, mennyit kellett gyakorolni egy nap? Hát apa nagyon sokat segített ebben, ő volt igazából az, aki úgymond ilyen mentor, aki legtöbbet mondta, hogy mennyit kéne, hogy kéne, és hát kitaláltunk egy ilyen napi 3 óra átlagot kávé. Az igen. Igen, az most is kávé azért szükséges ahhoz, uh-huh. hogy jól menjen. Aha. Wow. Na, visszatérünk majd még a konzira, mert valóban most megint egy döntési pont előtt vagy, ha jól igen. érzékelem, ugye 12-ben. De akkor menjünk tovább, Petra. Te mennyire találtad helyénvalónak azt, amit Janka rólad mondott? Szerintem egyébként hogy összességében jól van ez. Nyilván nekem is vannak rosszabb napjaim, amikor kicsit lustulok, és nem vagyok annyira pontos mindennel, meg amikor hát nyilván én is vagyok mindig nyugodt, vannak veszekedések, és akkor mondjuk akkor is mindig megpróbálom a legjobb énemet kihozni magamból, de hát igen, így összességében szerintem mindent elmondott róla.
És te mindig ilyen céltudatos voltál? Mert ezt hallottam rólad én is, hogy nagyon céltudatos vagy. Beosztod az idődet, pontosan tudod, hogy mit akarsz. Valóban így van? Igen, szerintem egyébként ez így szokott lenni, hogy mindig minden délután is írok ilyen kis mai teendőimet, és akkor néha be is osztom, hogy hány órától meddig mit csinálok. Néha ez nem sikerül, és akkor így az egész felborul, de így legalább leírom, hogy mit kell csinálnom, és ez így ilyen nagyobb motiváció, és akkor így próbálok a dolgaimra odafigyelni, igen. Óriási. Na, és te most nulladikos vagy, és egy nagyon bátor suli választás van mögötted. Mit tanulsz, és miért ezt választottad? Hát most egy spanyol két anyelvű gimnáziumba járok, spanyol tanulok fő állásban, és mellette heti két órában orosz. Igazából azért ezt választottam, mert nagyon szeretem a nyelveket, aha, meg tanulni azokat, és szerintem nagyon hasznos, illetve nagyon meg is tetszett a spanyol nyelv, és úgy gondolom, hogy majd fogom tudni hasznosítani valamikor az életben, vagy ha nem is ez az úgy, vagy ugye utam, fő utam, akkor is én szerintem nagyon jó móka is, meg jó is vagyok benne, aha, szóval... De jó. Igen. Na, ezt az oroszt azért nem hagyhatom szó nélkül. Ez hogy jött a képbe? Hát igazából ugye 8 évig tanultam németet, és angolt pedig még soha nem tanultam, és sajnos angolt meg németet csak haladótól lehetett tanulni, ezért maradt az orosz. Uh-huh. Én pedig a németet nem akartam újra, mert akkor az olyan lett valami, hogyha kidobtam a 8 évet uh-huh. a kukába, és akkor azt úgy voltam vele, hogy majd inkább mellette, és akkor így már is ilyen 3-4 nyelv az óriási. Megvan, és akkor az úgy tök jó. Nagyon szuper, ügyes vagy. Na, Szonya, amit rólad mondott Petra, az mennyire valóság? Szerintem minden. Így van. Uh-huh. Tehát jól elmondta. Társaság kedvelő, kedves igen, személy, vagy hát én is ilyennek ismerlek. És nem olyan régen egy egész különleges dologra vállalkoztál, mert felvettél egy stúdió anyagot, egy dalt. Mesélj erről egy kicsit. Mi ez a dal, kinek az ötlete volt? Az egész úgy kezdődött, hogy éppen Kid Lighton voltam, azt hiszem, és akkor a Cengra Penny odajött, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem egy ilyen dalt felvenni, nem is tudtam még, hogy milyen dalról van szó, és utána meghallgattam a dalt, és nagyon tetszett, eleinte kicsit nagy falatnak éreztem, meg nem voltam benne biztos, hogy meg tudom csinálni, de végül sikerült, és... Igen. Óriási. Hát szerintem is nagyon jól sikerült, úgyhogy szeretném, hogyha a nézők is látnák. Megmutatjuk most ezt a dalt, és utána még folytatjuk a beszélgetést. Gotta keep myself in check sometimes, 'cause I tend to dream real big sometimes. The fancy office and a sparkly of art, my name and likes people let it by the doors, but I gotta remember to take it one step at a time. 'Cause people say the thing that you'll be happier once you reach the top. Stretching up to the sky with all of my dreams at the word of someone. I get so caught up in everything around me, moving quickly. I forget to cherish every single moment I receive. Oh,
forget about the climb. I just wanna get there. Don't wanna wait in line. Even though it's so clear that I'm calling station on this journey that I'm on. I know that I come out alive and then only make me stronger. Ooh, love you by the socks on a hand. Ez nagyon különleges dal. Mennyi idő volt, amíg ezt megtanultad? Szerintem, nem tudom pontosan, de ahogy emlékszem, egy-két hét betelt, hogy így teljesen megtanuljam. 2 hét? Ezt igen. A dalt? Igen. És anya segített, vagy ezt teljesen egyedül csináltad? Persze, azért voltak dolgok, amik nem nagyon mentek, és azokhoz adott tanácsokat, amikkel ugye könnyebben begyakoroltam. Hát óriási, nagyon ügyes vagy, de nem csak te énekelsz, hanem mindannyian énekeltek együtt is, külön-külön is, sőt az egész család, ugye, hát ez most már egy rendkívül ismert tény rólatok, a Four is Five, családi dicsőítő zenekar. Otthon is énekeltek, van a Living Room című program, ami néhány két hetente, gondolom, ahogy sikerül beillesztenetek, jelentkezik a Nappalitokból egy online dicsőítés, illetve színpadon is énekeltek most már. Mi az, amit jobban szerettek? Otthon, a nappaliban, bár ott is vannak kamerák, vagy inkább a színpad az, ahol jobban érzitek magatokat? Hát szerintem, hát hármunknak talán más, mert én nem vagyok annyira színpadra való, nem érzem magam annyira jól így színpadon, így sok ember előtt. Aha. Otthon ugye nem látom az embereket, csak úgy a kamerákat, de az annyira nem zavar, szóval igazából nekem az jóval kellemesebb otthon ülni és ott dicsérni, igen. De jó. Na és ti? Hát én talán már kicsit jobban megszoktam a színpadot, már a konzi miatt is, zongorázás miatt többet voltam színpadon. Én mindkettőt amúgy nagyon szeretem, mindkettőnek más a hangulata, amikor színpadra megyünk, talán ott kicsit jobban megtervezzük, jobban átgondoljuk, van egy tényleg leírt műsorlista, vagy dallista, és amikor otthon vagyunk, az kicsit talán spontánabb, ott több szabadság van a dicséretben. Uh-huh. És Szonya, te mennyire vagy színpadi ember? Rólad azt gondolom, hogy igen. Hát szerintem nem. Nekem is. Nem, mert én is úgy vagyok, mint a Petra, hogy nekem az egész így nem annyira kényelmes, hogy nem tudom így állni, és akkor így engem néznek, az úgy nem a legjobb meg. Meg én is jobban szeretem inkább azt, amikor a nappaliban ülünk, és ott. Aha. És az a stúdió felvétel egyébként mennyire volt kényelmes, ott jól érezted magad? Mert úgy látszott, hogy igen, nagyon profin csináltad. Ott nekem azt nem nagyon mondtam sok embernek, de nem volt ott akkor egy jó élmény, mert nem éreztem így jónak, mert hogy az, hogy így a kamera állásokat sem, meg hogy az egész, nem tudom, így annyira nem, de igazából örülök, hogy ez így nem jött le, de első alkalomnak jó tapasztalatot szereztem be, szóval.
Hát a végeredmény minden esetben nagyon jó lett. Egyébként milyen volt a dal fogadtatása, mert most így visszatértünk erre? Szerintem nagyon jó, meg nekem is jól esett. Elég jól fogadták az emberek. Aha. Szóval jó. Nagyon szuper lett, igen. Na, visszatérve a családi éneklésre, mert kicsit megint elkanyarodtunk. Mondtad, hogy megírt, ugye dal sorrend van a színpadon, és a szólamok is meg vannak írva, tehát olyankor mindenki tudja, hogy milyen szólamot énekel, vagy egyébként milyen szólamot énekeltek, tehát hogy van ez kiosztva? Hát nincs igazából megírva, meg szoktuk beszélni, aha, ne legyen átfedés a szólamok között. Általában én altot vagy szopránt szoktam énekelni, Petra a szólamot. Hát igen, én nem szoktam annyira így. Én csak a simát. Vagy mondta, hogy a dallamot. Aha. Igen. Én meg eléggé össze-vissza, én csak amit így tudok, azt éneklem is szólamba, de én is jobban szeretek altot énekelni, aha, hogyha tudok, és azt akkor éneklem. Óriási. Nagyon ügyesek vagytok. Na hát mutassunk valami családi produkciót. Ha jól tudom, Szonya választott egyet. Mit választottál, és miért? Az Úr nem hagy elt. Választottam, hogy ugye az első közös dal, ami kikerült a YouTube-ra, és szerintem jó, azért jó, hogy ezt mutatjuk, mert tényleg ez az első, meg szerintem nekem ez a kedvenc is, nagyon jó emlékek kötnek, uh-huh, ez a dalhoz, meg az egész hangulata. Uh-huh. Nagyon jó, akkor nézzük most meg ezt a felvételt együtt. Sötétségben egy fény gyulladt fel, a halál völgyében az élet hangja szól. Hatalmas szabadítót küldött hozzánk, a seregek ura, az örökké. Az uralkodás, az ő vállán nyugszik, békessége napról napra nő. Megszabadított minden ellenségtől, hogy félelem nélkül szolgáljuk őt. A neve csodál, erős Isten, örökkévaló.
gyulladt fel a halál völgyében, az élet hangja szól, hatalmas szabadítót küldött hozzánk a seregek ura, az örökké. Hát tényleg nagyon jó a hangulata. Igaz, hogy karácsonyi, most meg tavasz van, de gondolom egy nagyon szép emlék volt, amikor ezt csináltatok. Lejön róla az az egység, az a szeretet, ami megvan a családban. Nagyon klassz volt ezt látni. És most is volt egy komoly fellépésetek nem régen, ugyanis anya, Forris Rita szerepelt a Duna TV-n a Dal című műsorban, és ennek keretében készült egy akusztik felvétel, amiben ti is énekeltetek, ti voltatok a vokál. Ez milyen élmény volt? Hol volt ez a felvétel? Meséljétek egy kicsit róla. Ez az a 38 hajó volt ez a felvétel. Én eleinte úgy indultam neki, hogy nem is volt hozzá kedvem, meg ugye alapból a színpadi élmények miatt így nem vártam annyira. Aha. De amikor ott voltunk, ez nekem egy nagyon jó élmény volt, meg alapból dalt is jó volt énekelni, nagyon szép, meg most ilyen más felépítésben volt, és szerintem izgalmas volt, meg nem volt egyáltalán pont, szerintem ez volt az egyik kedvenc élményem, a színpadi élmény. Aha. És nektek milyen volt? Petra, te szívesen mentél? Mert mondtad, hogy te se vagy annyira színpadi. Ehhez képest nekem szerintem pont a szöges ellentéte, ugyanis nekem ez nagyon, hát nagyon is féltem is tőle, mert ugye itt nagyon pontosan kell énekelni, hogy ne szóljon hamisan, és sokat gyakoroltunk is, viszont még mindig benne volt ez a kis félsz, hogy elrontom, és akkor mindenki hallja, vagy nem tudom. Viszont hát annál jobban sikerült, mint amire számítottam, viszont ott mégiscsak nem éreztem annyira jól magam, mert hát bennem van mindig ez a belesítnek a fények a szemembe, és én senkit nem látok, ők meg minden szögből engem látnak, és ezért nagyon fura volt, még ehhez hozzá kell szoknom, majd az idő múlásával egyre jobb lesz szerintem. Aha. Biztos vagyok benne, hogy lesz még rá sok alkalmazok, úgyhogy kénytelen leszek is gyakorolni és hozzászokni. Janka, neked milyen élmény volt? Te azért már gyakorlottabb vagy a színpadon. Hát nekem is egy nagyon érdekes élmény volt, ilyen még talán nem is volt szerintem. És hát érdekes volt megtapasztalni a tévében, hogyan is zajlanak ezek a felvételek, hogy többször neki indultunk, nagyon tetszett a beállítás, meg az egésznek a hangulat, amúgy nagyon tetszik ez a feldolgozás nekem is a dalból, szóval jó volt együtt énekelni. Na és hát ott azért volt sminkes, meg fodrász, meg mindenféle ilyen csini dolog. Ez mennyire tetszett, milyen élmény volt, mikor felkeltetek a sminkesnek, vagy a fodrásznak a székéből látni magatokat a tükörben? Hát az a rész egyébként tetszett. Volt, jó, hát igazából nagyon isek voltak a sminkesek is, meg a fodrászok is, szóval ilyen profi embereket kaptunk, és nagyon jó érzés volt, hogy így jó kezekben vagyok, és szerintem egyébként ez volt benne a legjobb. Nagyon kedvesek voltak. Mert nekem nagyon, alapból nagyon szeretem, hogyha így, hogy nem tudom, így a hajamat így csinálni, meg jó érzés volt, nem tudom, ilyen így előtte egy kicsit ilyen lenyugvás, vagy nem tudom, mint hogyha ilyen kényeztetés. De jó, hát ez kijárt nektek ott, ha már ilyen keményen dolgoztatok a színpadon, akkor legalább ez egy nagyon-nagyon jó része volt a programnak. Egyébként még egy kicsit az éneklés részére visszatérve, hogy nagyon szépen énekeltek mindhárman, tanultok is már énekelni, vagy ez még a jövő része lesz? Én tanulok most énekelni, én 9. kezdtem Kassi Jankánál, és azóta is ott vagyok, és szeretném folytatni is mindenképp, mert hatalmas biztonságot ad azért így mindebben, meg nekem nagyon fontos, hogy ha valamit csinálok, akkor ezt tényleg úgy csináljam, hogy mindent beletéve, és ezért is szeretek a részletekbe kicsit így elmerülni, meg hogy tényleg így egy minőségibb dolgot tudjak adni az embereknek. De akkor gondolom, még ezt is kell gyakorolnod. Tehát azért a délutánjaid azok elég igen, ezt is kell gyakorolni, aztán kicsit kevesebbet, nem is bírja úgymond szerintem az énekhang nagyon sokáig, hogyha használva van. Szóval ilyen 30 perc kb. Elegendő. Naponta. Hát igen. Jó lenne. Igen, jó lenne. Okay. Igen. Az is komoly. És ti lányok, ti már tanultok énekelni, vagy ez még a jövő?
Hát mi még nem tanulunk. Igen, a jövőben biztosan. Igen, én már tervezgetem is már nagyon régóta anyával, hogy majd elkezd engem tanítani, vagy csak hogy segít egy dalban, hogy hogy kéne képeznem a hangom, meg ilyenek. Ami most még folyamatban van, de remélhetőleg lassan már elkezdjük tényleg. Uh-huh. És te, Szonya? Szerintem most még ilyenkorban nem is lett volna annyira jó, hogyha, mármint hogyha korábban, a mostani kor az még talán ideális is lenne. Szerintem én is egy év múlva már neki kezdek, és komolyabban folytatom az éneklést. És amúgy gondolsz arra például, most ha már veled beszélek, hogy énekesnő legyél? Tehát, hogy hivatásszerűen is csinálod ezt később? Nyilván gondolkodtam már, igen rajta, de nem tudom még, igazából nem tűzném ki azt így egyetlen célnak. Szerintem még azért más lehetőségek után is nézek meg, vagy hogy más dolgok iránt, tehát nem tűzném ki ezt a fő célomnak, de persze, hogyha úgy hozza az élet, akkor simán. Te most vagy iskolaváltás előtt, ugye, mert nyolcadikos vagy, akkor ezek szerint nem mész most konzervatóriumba, tehát még nem állt. Szóval jött, de végül. Nem így döntesz. Aha. Na, ha már jövőről beszélünk, akkor egy picit térjünk erre is vissza. Petra, az előbb még annyit akartam kérdezni, hogy tudom, hogy ebben a suliban azért jövőre is komoly kihívások várnak rád, mert bizonyos tárgyakat már elkezdtek spanyolul tanulni. Így van ez? Milyen tárgyakról van szó? Hát, ahogy jelentudásom szerint, ilyen fizika, matek, földrajz, később majd a biológia is csatlakozik. Igen. És ezeket már teljesen spanyolul. Igen. Tehát egy év alatt fel kell jönnötök arra a szintre, hogy utána már spanyolul tudjátok tanulni. Óriási. Na hát akkor hajrá. Köszönöm. Ez komoly lesz. Janka, te pedig 12-es vagy, ugye az előbb beszéltünk róla, amik a terveid, hogyan tovább? Most állok felvételi előtt, ugye, júniusban lesz valószínűleg, arra most nagyon megy a készülés. Pont ma van a leadási határidő amúgy a felvételikre. Szóval én amúgy a Zeneakadémiát jelöltem meg első helyen, az szeretném a legjobban, hogy oda bejussak, de más vidéki egyetemeket is megjelöltem, hogyha esetleg az nem sikerülne, és hát szeretnék továbbra is a zongorával, a zenével tovább menni, de kicsit szeretném így az egészet kicsit kitágítani magát, a zenét, nagyon sok minden érdekel még, még a zenén belül. Mi az, ami érdekel? Mert tudom, hogy egy különleges hangszer is neked képbe került. Igen, tavalyi évben kötelező volt csembaló órákon részt venni, és azt folytattam ebben az évben, mert nagyon megtetszett, és a tanárom is javasolta. Szóval ezúton a barokk zene, a régi zene is nagyon érdekel, de nagyon sok más minden, a népzene, a könnyű zene, tehát, hogy így ilyen komplex. Óriási vagy. No, nemrég voltál egy zongora versenyen, ebből szeretnénk most megmutatni egy részletet, mesélj erről egy picit. Ez szeptemberben volt ez a zongora verseny, nyáron nagyon sokat készültem rá, és egy nagyon-nagyon pozitív élmény a számomra, és hát tényleg nagyon nagy löket volt ez az év elején, és nagyon örülök, hogy sikerült, és második helyezést értem el. Wow. Hát gratulálunk, ez nagyon szépen. És tényleg nagyon előre lendített így a felvételihez. Thank you.
Janka, ez nagyon komoly. Emögött rengeteg gyakorlás van, ha jól sejtem. Hogy néz ki most egy napod? Szóval milyen az időbeosztásod? Mikor kezd, mikor jutsz haza újra? Hogy zajlik egy nap? Hát változó van, amikor korábban haza tudok menni, az ilyen 4-5 órát jelent körülbelül. Általában 7-re megyek be a suliba, 9-kor kezdődik a tanítás, uh-huh. így van 2 óra szabad idő, vagy hát gyakorlási idő még uh-huh. a tanórák előtt. Ez nagyon jó szokott lenni, mert felfrissülten állunk hozzá ott a dolgokhoz, és aztán van olyan nap, amikor 7:30-ig is eltelt egy órám, szóval eléggé széles ez az időtartam, de hát hétvégén próbálok sokat aludni, szóval valamennyire be tudom osztani így ezt. Óriási. No, hát beszéljünk arról, amivel kezdtem a felvezetőt, hogy ugye keresztény családban nőttetek fel, nőttök fel, ráadásul az édesapátok lelkész. Nyilvánvalóan ez vesz körül benneteket, és tudom rólatok, hogy a szívetekben is ez van, mert mind a hárman elköteleztétek magatokat Isten mellett. Amire rá szeretnék kérdezni, az a bemerítkezésetek, mert tudom, hogy mindenkinek ehhez van egy különleges sztória. Ezt meséljétek el, légy szíves. Hát akkor kezdem én. Én Franciaországban merítkeztem be. Nyaraláson voltunk, és már amúgy is nagyon régóta akartam, és úgy gondoltam, hogy így privátban szeretném, hogy így a családdal, vagy közeli ismerősökkel, nem akartam így, hát nem nagy dobra válni, csak hogy jó volt ez a privát együttlét, és ez egy külön ilyen közös emlék, vagy nem is tudom. És hát igazából egyik nap mondtam apának ott a Franciaországban, és aztán mondta, hogy akkor beszélgetünk egy kicsit előtte, hogy mi áll e mögött, és hogy miért szeretném pontosan. És utána pedig a Gyárfás István és a apa bemerített. Ott énekeltünk, ott közben mögöttünk szörföztek, igen. Oké, okay, szóval az nem egy medencében volt, nem. Hanem az óceánban. Igen. Óriási. Szörföztek is, nem csodálkoztak, vagy nem látták, hogy mit csináltak? Nem is tudom, igazából nem arra figyeltem, de, jó. De biztosan rácsodálkoztak, igen. Óriási. Szonya, neked hogy zajlott? Én Magyarországon merítkeztem be az ifi táborban, és én nem készültem rá egyáltalán, hanem amikor ott volt rá alkalom, akkor még elsőnek nem jelentkeztem, hanem amikor ott láttam az embereket, akkor nem tudom, én is így úgy éreztem, hogy itt az ideje meg így megérintett az egész, és akkor végül én is lemerítkeztem. De jó. Igen. Janka, a tiéd is valami különleges helyen volt. Igen, hát én Egyiptomban merítkeztem. Oké. Okay. Nyaraláson voltunk, és a barátunknak egy barátja is eljött velünk, aki nem volt keresztény. Nagyon sokat beszélgettünk vele, nagyon jó kis... Ő is nagyon érdekelt, vagy őt is nagyon érdekelt ez a téma, és vele eljutottunk a bemerítkezésig is, vagy hát magáról a témáról, és mikor erről beszélgetek, akkor éppen én is ott voltam, és... Hát bennem is így megfogalmazódott, hogy de jó lenne, meg tényleg, hogyha most már így erről beszélgetünk, engem is így megérintett, és akkor én is ugyanúgy elmondtam apának. Apa aztán nekem is mondta, hogy akkor beszélgetünk róla kicsit, akkor ott elvonultunk, fogtuk a Bibliát is, akkor olvastunk róla, és aztán lementünk mi is a tengerpartra, és akkor ott bemerítkeztem. Kis István volt még velem, meg apa, ők merítettek engem. Szuper. Egyébként a suliban mennyire tudják rólatok, hogy keresztények vagytok? Ez téma? Szoktatok erről beszélni, vagy kevésbé? Hát tekintve, hogy én nekem új sulim van most jelenleg, ezért még tart az ismerkedés, úgymond, és a barátkozás. Ezért nekem annyira még nem volt alkalmam ilyenekbe belásni magam. Viszont hát amikor anya volt a dalba, akkor ugye mondtam pár barátnőmnek, hogy nézzétek, szavazzatok, ha tudjátok, ha tudjátok, nézzétek meg. És hát abból ugye nyilván a dal is keresztény, szerintem lehet, hogy le tudták szűrni, vagy nem tudom. Igen, de úgy még nem került szóba ez annyira, de majd biztosan előkerül. Aha. Szonya? Nekem szerintem, nem tudom, én nem nagyon szoktam így beszélgetni, meg nem is, egy szűk baráti körön van ott, és ők nyilván tudják, meg néha szóba jön, de így nagyon mély beszélgetéseket ezzel kapcsolatban nem szoktunk
tartani, főleg nem így hétköznapokon. De szerintem az egész osztály tudja, meg ugye már elsőtől együtt vagyunk, tehát ott eléggé meg tudják ezeket a, látják a szülők is így Facebookon ezeket a dolgokat, és őtőlük is tudják, szóval. Szakébe vannak azért igen. A dolgokat. Igen, meg egyébként, amikor voltak ilyen közös programok az iskolában, előző iskolában is, akkor szüleink is nyilván a többi szülővel is beszélgettek ilyesmiről, és akkor így a szülők is tudták szerintem, és a gyerekek is, szóval. Szóval nem titkoljátok ezt a dolgot. Janka, nálad hogy megy? Hát nálam is ugyanígy, most már a gimiben is mindig tudták róla, meg az általános iskolában is, és nekem mindig nagyon jó élményem volt ezzel kapcsolatban, mert nagyon jó beszélgetések alakultak ebből ki, úgymond viták is, de ezeket én nagyon-nagyon élveztem, mert jó volt látni, hogy amúgy csomó mindenkit érdekel ez a téma, és hogy nem egy ilyen tabu, úgymond. Vagy hát én örültem, hogy az én közösségemben nincs így, és ez egyfajta felszabadulást is adott. És a párommal, Sebivel is kezdtünk még az elején ilyenekről beszélgetni, és azáltal, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról, ő is eljutott addig, hogy Jézus befogadja a szívébe, és ez is egy nagyon nagy bizonyság így az életemben, hogy csak abból, hogy így nyitott voltam, meg beszélgettem emberekkel, egy ilyen nagy ajándékot kaptam. De jó. Ő az osztálytársad. Igen, az osztálytársad. És akkor alapvetően azért hosszú távra terveztek már. Igen. De jó, hát ez nagyon, tényleg nagyon nagy bizonyság. Igen. Óriási sztori. Na hát, ha már a jövőről is beszéltünk, Janka, azért majd egyszer csak háziasszonyok lesztek, de tudom, hogy már most is nagyon gyakorlottak vagytok, mert sokat sülögtök, forogtok a konyhában. Meséljetek egy kicsit, ki a legnagyobb konyha tündér közületek? Petra szerintem. Hát igen, lehetséges igazából. Szerintem nagyjából úgy ugyanannyit főzök mostanság, meg sütök, mint a többiek, mert ugye hát főleg együtt is szoktunk mostanában, most almáspitét sütöttünk. De jó. Igen. Én nagyon szeretek recepteket nézegetni, és utána tervezgetni, mert megcsinálom. Nem mindig sikerül eljutni, mondani, hogy meg is csinálom, de az biztos, hogy már sok recept van a tasémban. Régebben nagyon sokat sütöttem, meg főztem, nagyon inkább ilyen tortákat, meg sütiket próbálgattam. Viszont ugye néha nem sikerült, és akkor elment a kedvem, és akkor utána még egy hónapig, vagy nem tudom eddig, utána már nem is volt kedvem nagyon, de mostanában is próbálok egyre többet így sütni, főzni, mert szerintem tök jó kikapcsolódás, meg utána az öröm is, hogy a saját kezére készített dolgodat megeszed, és csak finom lett, és tök jó, sikerélmény. És a többiek is ügyeskednek a konyhában, Janka, Szonya? Hát mi ezeket szeretjük, vagy én ezeket szeretem megkóstolni. Az is fontos. A hálás közönség az nagyon jó. Nem? Igen, kell. Én szerintem nem, nyilván, hát nem én vagyok a legjobb azért a konyhában, de az alapokat én is meg tudom csinálni, meg majd még időt kerítek arra, hogy ezt fejlesztem, ezt a képességet. Szuper feleségek lesztek, ez már most látszik. Na hát anyával is gondolom együtt süttök, főztök, és nem csak ezt csináljátok anyával, ugyanis egyik nap telefonáltunk, pont Petrával beszéltem, és mondta, hogy Szonya éppen fut anyával. Milyen szerepe van, vagy volt a sportnak az életetekben? Anyával szoktatok futni, vagy ez csak egy ilyen egyszeri alkalom? Igazából most pont tervezem, hogy így rendszeresebben is elkezdek, de igazából nem sűrűn, csak néha, hogyha így kedvem van, akkor elmegyek vele. Aha. És jó élmény szokott lenni. Uh-huh. Petra, tudom, hogy te most elkezdtél edzőterembe járni, mert kifagadtalak benneteket sok mindenről, és nem csak ez, hanem nagyon sok mindent kipróbáltál. Milyen sportokkal találkoztál eddig? Hát igen, még nagyon régen ugye ilyen színpadi látványtánc, ilyen ereskére jártam. Aztán volt olyan idő, amikor ugye úszni is jártam, azt egyébként mind a hárman csináltuk. Ez Ereskés. Fontos szerintem, meg egyébként az ereskét is, oda is együtt jártunk. De jó. Szóval ezek szerintem nagyon fontosak így kiskorban is, hogy így formába jöjjünk, meg hogy legyen valami elfoglaltságunk az iskola mellett. Illetve jártam pár alkalmat, elnéztem ilyen légtornára is. Aha. Később Szonyával is jártam akrobatikára. Wow, ez a komoly lista. Igen, szóval az ilyen mozgós sportok nagyon
tetszettek, meg nagyon élveztem, és hát már nagyon régóta akartam röplabdázni is, csak nem találtam egyelőre olyan egyesületet, ahol tudok játszani. Ezért most maradtam az edzőterem mellett, mert az könnyebben tudom így a saját napirendembe helyezni, és igazából úgy, így egymagam is el tudok menni. Tök jó, belefér a feszes időbeosztásodra, tudsz erre is készíteni egy cetlit, hánytól hány, nagyon neked való. Janka, te viszont nagyon sokat táncoltál, tudom, ez már régebben volt, hát most nyilván nagyon sok minden elfoglal. Ennek milyen szerepe volt az életedben? Én is ugye ott kezdtem, ahol a lányok, hogy hát így elsőként nyitottam a sort. Ez a színpadi látványtánc volt. Itt pont egy Európa-bajnokságra készültünk, amikor én így kiléptem, mert hát a suli miatt is, meg voltak egyéb problémák is, de a tánc az mindig is fontos maradt így számomra, és később a Gyüliben is táncoltam ugye egy csoporttal, ami egy hatalmas élmény az életemben, meg mindig is emlékezni fogok rá szerintem, mert nagyon jó volt a közösség, meg rengeteg helyen jártunk, és tényleg nagyon jó élményeket gyűjtöttem. Aztán utána, miután ez így befejeződött, meg elkezdtem tényleg komolyabban készülni a felvételire, még próbálgattam eljárni egy-egy ilyen egyesületbe táncolgatni, de ott már annyira nem volt így komolyan véve a részemről, de egy nagyon fontos dolog, meg szerepet játszott az életemben. Na, megint visszatértünk a zongorához, ugye, mert ez van a központi helyen az életedben, de nem említettük, hogy a lányok is zongoráztak, zongoráznak, tehát mögöttetek is azért már jó pár év ott van. Hogy jött ez? Ez valami kötelező dolog volt a családban, vagy mindenki ezt választotta? Hogy kezdődött? Hát szerintem anyák nagyon örültek volna, meg hát szerették volna, és egyébként mi is, nekünk is kedvünk volt ahhoz, hogy valami hangszeren játszunk. És hát nyilván gondolkoztunk mi is, hogy mit szeretnénk, és végül mindannyian a zongora mellett kötöttünk ki, így saját választásra. Aha. Lehetséges, hogy azért is, mert Janka azt már választotta előttünk, és akkor nekünk is megjött a kedvünk, vagyis hát nekem megjött tőle a kedvem, és Szonya nem tudom, hogy miért választotta utána. Nem sikerült elvenni a kedvét a zongorától, úgyhogy ő is ebbe vágott bele, és te is még zongorázol, ugye? Igen, meg tervezek is, vagy tervezem is folytatni, mert ez, hát igen, szeretem a zongorázást is csinálni, és igen. Hát az ének mellé az nagyon jól passzol. Igen. Meg azt is hallottam, hogy ukulele, gitár, ilyenek is, ugye? Janka, te egész komolyan nekiálltál a gitárnak egy időben. Hát igen, az még azt hiszem általánosban volt a nyolcadikban, és akkor tényleg így el akartam kezdeni komolyabban, az annyira nem úsult meg, mert tehát ugye a konzi elkezdődött meg minden, de amúgy szívesen folytatnám, meg szívesen belemennék jobban, hogyha majd lesz több időm. Igen. És te pedig kipróbáltad az ukulelét. Igen, hát ugye én abba hagytam a zongorát, hogy nyolcadikban, hogy úgy rá tudjak feküdni a felvételire, és akkor azt már csak otthon csináltam, és akkor úgy kedvet kaptam a ukuleléhez is, mert nem tudom, az olyan könnyebbnek tűnt, hogy az csak úgy pengettünk el, nem tudom. Meg azt úgy egyedül ugye az akkordokat kikeresem, és akkor, amikor kedvem van egy dalhoz, akkor megnézem, milyen akkord kell, és akkor elkezdem magam játszani, és egyébként nagyon szeretem, a hangzás is tök jó, meg olyan kis aranyos hangszer is. Kis aranyos, nem beszélve arról, hogy könnyebb magaddal vinni egy koncerten, mint mondjuk egy zongorát, vagy akár egy csellót. Egy nagyon praktikus hangszer. Hát lányok, nagyon-nagyon élveztem ezt a beszélgetést, igazán köszönöm, hogy eljöttetek, nem volt annyira könnyű összeszervezni, bár nagyon szívesen jöttetek, és ezért nagyon hálás vagyok. Hát nagyon sok sikert kívánok nektek a felvételihez, a további rengeteg tervetekhez, és tényleg azt kívánom, és várom is, hogy lássuk, hogy ez a sok-sok ajándék, amit Isten belétek helyezett, az kibontakozzon, és nektek is nagy öröm legyen, meg nekünk is, akik a környezetetekben éltek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm. Önöknek is köszönöm, hogy ma is velük tartottak, és megismerhették ezt a három csodálatos ifjú hölgyet. Várom önöket jövő héten is, viszontlátásra!